Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Kinyitott, várja a jó időt és vendégeit a hullámfürdő. Elköltözik, az ifjúság úton fogadja a betegeket, ezen túl a pécsi koronavírus ellátó központ. Segítenek, személyre szabott tanácsokat ad a 60 év felettieknek a Proaktív 19 munkacsoport. Újra nyitott a hullámfürdő, már csak a jó időre kell várniuk a fürdőzőknek. A strandon külön idősávokat alakítottak ki a látogatóknak, és fokozott figyelmet fordítanak a biztonsági előírásokra és a higiéniára. Speciális időrendi beosztással és különleges egészségügyi intézkedésekkel készült a hullámfürdő a június 2-ai újranyitására. A kora reggeli órákban csak a sportolók lehetnek a medencékben. A nyitás, azaz 9 óra után pedig egy külön időzónát alakítottak ki, amikor csak a 60 év felettiek látogathatják a hullámfürdőt. 10 óráig érkeznek a 60 feletti vendégeink, amikor csak ők vannak itt az uszodában, tehát ha még van olyan vendégünk, bérletesünk, aki a vírus miatt nem szeretne nagyobb tömegben itt lenni, neki biztosítjuk azt az egy órát, amikor csak a 60 feletti vendégek vannak, és 10 órától este 7-ig várunk mindenki mást is, és értelemszerűen a 60 feletti vendégeink is maradhatnak 10 óra után is. A strand munkatársai kesztyűvel és maszkkal látták el a pénztárosokat. Megjelölték a minimum másfél méteres védőtávolságot, kézfertőtlenítő adagolókat helyeztek el az épület több pontján, valamint meghatározták, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak a medencékben és a strand területén. A NTSZ és NÉBIK által meghatározva az, hogy mekkora a befogadóképességünk. Ez a normál befogadóképességünknek körülbelül az egyharmada, talán egy picivel több, mint az egyharmada. Bízunk abban, hogy ahogy enyhülnek a korlátozások, úgy azért ezt a létszámot is följebb tudjuk tornázni majd egy picit. A hullámfürdő medencéinek vízminőségét 2 óránként tesztelik. A látogatási rendről, valamint az érvényben lévő korlátozásokról részletesen a PSN ZRT weboldalán tájékozódhatnak. A munkavállalókat és a kis cégeket segíti a város. Pécs polgármestere május 27-én hozott rendeletet a veszélyhelyzeti alapból nyújtandó támogatásokról. Pécs önkormányzata 3 támogatási formát biztosít a járvány és körülményei miatt nehéz helyzetbe került pécsieknek, ezek egyike a bérpótló támogatás. A bérpótló támogatás célja nem csak a pécsi munkavállalók, de kisebb létszámú pécsi cégek gazdasági megsegítése is volt. Az önkormányzat bérpótló támogatása így nem csak a munkahelyek megtartását segíti elő, de a kis cégek fennmaradását, talpraállását is. Az önkormányzat előzetes számításai szerint mintegy 800-900 pécsi lehet érintett a bérpótló támogatásban. A támogatási kérelmek benyújtásának határidejét június 30-áig kiterjesztették. Bérpótló támogatási formára jogosult az a pécsi polgár, akinek a kereseti lehetősége a veszélyhelyzet kihirdetése után szűnt meg, vagy munkáltatója fizetés nélküli szabadságot rendelt el. Feltételt el továbbá családban élőknél legfeljebb 85 ezer, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 100 ezer forintos egyfőre jutó jövedelem. A támogatás összege egyszeri 50 ezer forint. Elköltözött a pécsi koronavírus ellátó központ. Június 2-ától a sürgősségi betegfogadó egység a Rákóczi út 2-es szám alól a Janus Pannonius klinikai tömb sürgősségi betegellátó osztályára, az ifjúság út 13-ba költözött. A szakemberek a járványügyi helyzet kedvező alakulása ellenére továbbra is arra kérik a betegeket, hogy akinek akut légúti tünetei vannak, lázas, köhög vagy hirtelen jelentkező légszomja van, először telefonon keresse fel a házi orvosát. Amennyiben a házi orvos úgy ítéli meg, hogy a beteg további kivizsgálása indokolt, akkor a Janus Pannonius klinikai tömbben található sürgősségi betegellátó osztályt kell felkeresni. Speciális program segíti a koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztályt. A PTE Translációs Medicina Központ, a Translációs Medicina Alapítvány és a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Proaktív 19 munkacsoport a 60 év feletti lakosságnak segít egy esetleges koronavírus fertőzés egészségkárosító hatásának minimalizálása érdekében. A programban résztvevő szakemberek telefonon térítésmentesen biztosítanak személyre szabott tanácsokat a jelentkezők számára.
A koronavírus járvány ugyan leszálló ágban van, de a vakcinára még várnunk kell. A védőoltás kifejlesztéséig a járvány bármikor fellángolhat, egy esetleges újabb hullámra fel kell készülnie a lakosságnak. Az eddigi elemzésekből egyértelműen kiderül, hogy a legnagyobb veszélynek az idős korosztály van kitéve, és az is tény, hogy a betegség lefolyásában fontos szerepet játszik az egészségi állapot. Akik jó egészségi állapotban vannak, és úgy találkoznak a vírussal, azok valószínűleg könnyebben át fogják a fertőzést vészelni, míg esetleg azok, akik már alapvetően több betegségbe is szenvednek, vagy rossz az egészségi állapotuk, ők például sokkal nehezebben tudnak, esetleg kritikus állapotba tudnak kerülni a vírusfertőzés közben. Ennek elkerülése és a betegség lefolyásának enyhítésére kínál lehetőséget a Proaktív 19 program, amely a 60 év feletti lakosság számára indul. A program során díjmentesen nyújtott telefonos tanácsadás segítségével elérhető, hogy a lakosság ellenállóbbá váljon a koronavírus egészségkárosító hatásával szemben. Ezáltal csökkenjen az egészségügyi ellátásra szorulók, az egészségügybe bekerülők között pedig az intenzív ellátást igénylők száma. Amit most mi tudunk segíteni, hogy a jelenlegi tudást átadni a lakosság számára, ennek a csoportnak, arra vonatkozóan, hogy mik azok a módszerek, amelyekkel a saját egészségüket tudják javítani. Például táplálkozás területen, testmozgás területen, testsúly, táplálkozás, ide tartoznak például a káros szenvedélyek hatásai, dohányzás, alkohol. Tulajdonképpen egy ilyen személyjegyzői tudunk lenni a lakosságnak, és hát nagyon igyekszünk arra vonatkozóan, hogy minél több embernek tudjunk segíteni. A program résztvevőivel a szakemberek folyamatosan tartják a kapcsolatot. Monitorozásuk révén értékes információkhoz jutnak a kutatók, amelyeket eredményesen használhatnak fel a későbbiekben. Az akciócsoport tanácsadói minden nap reggel 8 és este 8 között fogadják a 60 év feletti lakosság hívásait a 0680 442 642-es díjmentesen hívható telefonszámon. Továbbra is nagy erőkkel keresi a rendőrség azt a férfit, aki május 12-én kirabolt egy pénzintézetet Pécsett. Mint arról korábban beszámoltunk, a férfi szájmaszkkal az arcán bement a Komlói úti pénzintézetbe, majd közölte, hogy fegyver van nála és pénzt követelt. Miután megkapta a pénzt, elmenekült a helyszínről. Az elkövetőt továbbra is jelentős erőkkel keresi a rendőrség. A felállított nyomozócsoport a rabló beazonosítása, illetve felkutatása érdekében folyamatosan ellenőrzi a beérkező adatokat és információkat. A beszerzett adatok alapján nem zárható ki, hogy a rabló a bűncselekmény elkövetésének idejére valamilyen módon megpróbálta megmásítani a kinézetét. Az arcelemzés megállapításai szerint feltételezhető, hogy a férfi arca teljesen szörtelen, így a szemöldöke lehet ragasztott is. Az elkövetőről grafika készült, amely segíthet az azonosításban. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, tegyen bejelentést a képernyőn látható telefonszámok valamelyikén. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Kinyitott, várja a jó időt és vendégeit a hullámfürdő. Elköltözik, az ifjúság úton fogadja a betegeket, ezen túl a Pécsi Koronavírus Ellátó Központ. Segítenek, személyre szabott tanácsokat ad a 60 év felettieknek a Proaktív 19 munkacsoport. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Melegebb, de csapadékos idő várható térségünkben. Szerda reggelre befelhősödik az ég, és többfelé várható kisebb zápor, zivatar. A hőmérséklet 10 fokig csökken. Napközben túlnyomóan borult idő lesz, számottevő csapadék a nap első felében várható. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, viszontlátásra!